a focis Mário, srácok. Benne a fifáztunk, előző éten Mário-oztunk, szinte adta magát, hogy kipróbáljunk egy Mário-s focis játékot. Mit gondoltam? Jó lesz? Megnézzük. A Mário-s sportjátékokból amúgy már van egy csomó, van teniszes, golfos, baseballos, olimpiai játékos, Sonic-kal ugye. Van a Striker sorozat, ami 2005-ben láncsolt el egyébként GameCube-ra. A második rész, a Mario Strikers sárs pedig Wii-re jelent meg 2007-ben, és ez pedig júniusban, most júniusban, 2022 júniusában a Switch-en. És képzeljétek, hogy ez a játék egyébként olyan, hogy csak itt EU-ba kapott olyan nevet, hogy Mario Strikers Battle League Football, a világ többi táján csak simán Battle League. Nem is tudtam, hogy a Nintendo-nál ilyen átnevezési különbségek vannak. Vannak játékok, amik még így más névvel bírnak bizonyos régiókban. Ez mennyire e-sportos? Hát, hogyha online akarunk játszani, akkor valószínűleg nagyon. Mert hogy vannak ilyen csapatok, amiben 20-an lehet max lenni. És hát az valószínűleg e-sportos. Nagyon. De hát majd kiderül mindjárt, hogy mégis mennyire. 8 fős kópot, lokál kópot is támogatja egyébként ez a játék, és alapvetően 5v5 játékmód van, szabályok nélkül, tehát fel lehet lökni az ellenfeleket, lehet különleges tárgyakat használni, van ilyen pontszám növelő hiperlövés is. A szereplők között ott van Mario, Peach, Toad és Yoshi. Lehet a karakterek felszereléseit cserélgetni, képességeit javítani ezáltal. És nagyjából ennyi, ami így előrejáróban érdemes tudni. Nagyjából 17 000 forintba kerül ez a játék jelenleg. Nézzük. Valami nagyon fura a kamerával, srácok, de... Nem tudom eldönteni, hogy mi az, mi lehet az. Competitive World of Strike. Na hát ez kompetitív, látod, Ati? Ő itt Foodbot. Ő lesz az asszisztensünk. Majd megmondja nekünk, hogy hogy kell csinálni a dolgokat. Brand new striker vagyok, így van. Én teljesen új striker vagyok. Moving and shooting. Hát persze, kezdjük az elejénél. A reggeli menü csak a szokásos volt, madari. Próbálom kivenni a zsebemből az irataimat. Csak összeért, ne nyomjon már. Na. A Strike alapjaira megtanítanak minket. Footbot megtanít minket mindenre. Nem kételkedik, hogy mi professzionális strikerek leszünk. Jó. Igen, tehát a bal analóggal mozgatjuk a karakterünket. És mutatja a fejünk felett a játékos számát, tehát mi leszünk az egyesek. Jó, hát én úgy gondolom, hogy ez menni fog. Lehet dash-elni is, igen. És ez staminát használ, és kifáradhatnak a karaktereink. Azt mondja, hogy a jobb hátsóval lehet dash-elni, hogyha minden igaz, ugye? Így van. Ha, tehát ez a dash-elés, igazából belerúgunk a labdába. Ja, értem. Tehát belerúgunk, és még futunk is utána, hogyha nyomva tartom. Csak úgy látjátok, spriccel a karakter, tehát hogy
kifárad. Szia, Kamcsatka. Na, az A-val fogunk rálőni. Ott is van. Elsőre. Na most vigyünk bele valami csavart, mondjuk így. Ott is van. Charged shot. Tehát fel lehet tölteni a lövésünket. Na várjatok most, miért volt ilyen fura a lövésünk? Ja, értem. Tehát nem lehet izomból rálőni, hogyha nem az ellenfél tér felén vagyunk. Így van. Aimed shot. Aha. Így van, ha csak szimplán lövünk, akkor azt a kapus az simán kivédi. Na, hogy kell aimelni? Uh-huh. Ezt ki kell próbálnunk. Hát följebb rúgtunk rá. Ja, hogy én csak simán rárúgtam eddig? Értem, aha. Jó, hát én eddig is így rúgtam rá. Ez jobb lesz, mint a FIFA? Hát bele kell majd tanulni a FIFA-ba is, Kamcsatka. Legalább az alapokat. Kivédte. Most. Okay. Ne! Csak kéne egy gólt rúgni. Nézek, felrúgott! Let's go! Ja? Azt hittem, hogy sikerül majd gólt rúgni. De hát csak a kapusba rúgtam jelenleg. De megcsináltuk az alap leckét. Na most megtanulunk passzolni. Mert ugye hát nem egyedül leszünk a pályán. Let's go! Mert... B-vel fogunk tudni passzolni, ez az alsó gomb, így van. Jó. Ó, de jó, és akkor így vált. Így váltunk karaktert. Wow, szia szolgány Johnny, szevasztok srácok. Aha. Az Y-nál pedig ilyen loppaszt csinálunk, ami nem tudom mit csinál. Mármint, hogy mit jelent. Még nem jöttem rá, hogy mit jelent az, hogy loppasz. Tudnak ki segíteni abban, hogy miért nem tudok szabolni? Nem enged se PayPal-nál, se bankkártyával. A vásárlás nem teljesíthető. Wow.
Nem vágom, Johnny, ilyennel még nem találkoztam. Én eddig, amikor vásároltam, akkor mindig engedtem. Mind PayPal-al, mind bankkártyával. Az Unicreditnek tegnap délután óta nem megy semmi. Ausztriában élek. Nem vágom, srácok, hogy mi lehet a gond, tényleg. Talán új böngésző. Inkognitó mód. Aha. A bal felsővel fogok tudni váltogatni a karakterek között. Épp arra be kell lépned és kitörölni a megbízást és újra hozzáadni. Nekem a Humble Bundle-nél ez volt. Velem is volt, már ilyen 1-2 óra után megjavult. Na köszi szépen, srácok, a tippeken. A PayPal itthon unikredites amúgy, komolyan. Wow. Aha. Hát nem tudom, nekem ez az automata switch, ez tetszik. Valószínűleg, ha profi akarok lenni, akkor beállíthatom, hogy manuális legyen a dolog. Neked 2 hete egyáltalán nem megy. Hát esküszöm, megnyomtam. Ja, értem. Ja, itt most csak az volt a feladat, hogy találjam meg, hogy hol van a kontrolleremen a bal felső gomb. Ja, itt csak passzolni kell, akkor jó. Wow! Hát nagyon kenjük neki. És csak Twitch-en nem tudsz vásárolni így online. Most már nagyon profi passzolók vagyunk. Megtanultuk, hogy a B-vel kell a földön passzolni. Y-nal pedig a levegőben. Ajaj, már vannak ellenségeink. Mert a cselezés. Na, tehát itt most megtanítja nekünk a játék, hogy fel kell rúgni az ellenfelünket. Ja. Igen. És akkor rögtön megvan a labda. Vihi! Let's go! Lehet charge-olni is a tackle-t. Nincs piros lap a felrúgásért. Ez egy olyan játék, ahol mindent lát. Charge tackle cancelling. Aha. Ez nem az a gomb volt, amit kerestünk, ugye? Tök jó, tehát lehet cancelölni a charge-ot. Jó. Tehát ki lehet, ugye most pont azt akarja nekünk megtanítani a játék, hogy kerüljük ki. Jó, na nézzük. Ránk támadnak. Az necces volt, de sikerült. Dodzsolás labda nélkül. És a dodzsolásért még speedet is kapunk, wow. A dodge staminába kerül,
kifáradhatunk. Asta! Húha! Gyertek! És jöttek! Cancel. Ezt kéne nyomni, a tackle cancelt. Persze, mert rossz helyen nyomogatom az Y-t. Na, csak sikerült. Gyere, vedd el! És pont beledocsoltam. Hát mi ez, mik ezek a rúdosások? Gyere! Felrúgott az ellenség. Nagyon agresszív. Ő is tud dodzsolni. Én úgy érzem, srácok, hogy itt lesznek bajok. Az, hogy felrúgják az embereimet. Jó. És akkor most tackle cancelt kéne nyomni. Szerintem ők jobban csinálták. Mi és még megy tovább? Azt fogja mondani a játék, hogy nagyon jók voltunk. Jó, de hát nem lehet tekölözni, hogyha mindig nálam van a labda. Na, mit tanulunk most? First time pass. Ha? Aha. Oké. Okay. Hát azonnal passzolunk. És rögtön vissza. Jó, hát. Ez jó lesz, csak ugye be kell rúgni. Na, ott is van, berúgtuk. Hoppá! Jó volt. Ez tetszik. Tetszik. Mondjuk most egy kicsit távol voltam. Let's go!
milyen jók voltunk, srácok. Elképesztő gólpasszok mentek itt. Igaz, egyik se lett gól. Na, tanuljuk meg, hogy miket lehet csinálni ezekkel az itemekkel. Egy blokk. Kétfajta blokk van, az egyik ilyen szivárványos. Igen. Jó, szerezzük meg ezt a blokkot. És lett egy gomba a zsebemben. Aha, ez meg csapatszínű. Ez csak azt tudja kinyitni, amilyen, aki a doboz. Jó. Na nézzük. Tehát ezt mi nem tudjuk kinyitni. Bocsánat. Szóval, hogy fogjuk meg. Igen. Tehát szivárványos mindenki, csapatszín pedig a miénk. Egyszerre kettő lehet nálunk. Ha kettő már van nálunk, akkor amit felveszünk utána, az a láda eltűnik, de a jutalmat nem kapjuk meg belőle. Mizu Coolers. X. Meg kell nyomni az X-et. Oké, ez a felső. Tehát gombát megeszünk, akkor sokkal gyorsabbak leszünk egy időre. Van bobomb, eldobjuk és robban, és ellöki a többieket. Jó, ez vicces. Ez vicces. Van banán is, amin megcsúszhatnak az ellenfeleink. Cyberpunk, Yakuza. Micsoda játékok, Coolers. Green Shell. Igen, ez egy vonalba megy, és ellöki, aki az útjába kerül. Na, tehát akkor csináltunk egy olyat, hogy... Let's go! Még engem is állok. Ez a green shell, ez veszélyes. Jézusom, ilyen sok minden fog történni a pályán, csak úgy nyomkodni fogom a gombokat. Na, a vörös páncél az annyiból másabb, hogy ez hőkövetős. Na, milyen csomagod jön, Coolers? Na, vannak csillagok is. És akkor sérthetetlen vagyok. És boostolják a karakterem statjait egy rövid időre. És ha hozzáérünk máshoz, akkor noppoljuk. Egy SSD hoppácska. Let's go! Ajaj, és most gyakorolni kell?
1-0. Szar a csapat. Szar a kapus! Mit csinál a csapat? Megaláznak, srácok, a botok. Na végre. Legalább a becsületpontunk megvan. Megfogta. Basszus. Én kialudtam el már magam? Hát... Nem mondom, hogy még szívesebben pihentem volna, de megígértem, hogy máriózni fogunk most így reggel. Volt a reggeli? Hogy ne lett volna? A reggeli az mindig van, srácok. Nagyon ritka, amikor nincsen. Muszáj a reggeli. Nem szabad kihagyni. Na, mit tanulhatunk még? Hyper Strike. Oda nézzetek. Ultizhatunk. Hát rögtön. Tehát ez két gólnak fog érni. Föl kell szedni a Strike Orbot. Ez az effekt csak 20 szekig tart. Jó, tehát... Hiperméter. Oké. Jó, az olyan. Ja, értem, és akkor ott is el kellett volna találni. Let's go! Jézus, srácok! Na, úgy érzem, ez lesz a miénk, srácok. Let's go! Asztan! Hát ez rohadt menő, srácok. Vajon meg tudjuk nézni másik karakterre? Kivétel. Na nézzük. Azt a rohadt. Ilyen gagyi kivédi simán. Ja. Elszúrtam, srácok. Meg kellett volna nézni a másik karakterrel is, hogy néz ki. Ezek az ultik, ezek iszonyatosan menők, srácok. Még? Na. Let's go! Ja, kéne a labda, igaz? Nézd meg. És elrúgja. Köszi. Na, ez most menőnek tűnik. Here we go!
Ja, hát eddig Mario-ja a legdurvább. Hát de hogy védtek ki, srácok? Azért közben rúgtunk egy gólt. High technikes karakterrel kell csinálni. Az nem jó. Ezt ők vették fel. Ujj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 
ilyet csinál már? Persze. Ezt ki lehet valahogy védeni? Értem. Itt ez nem tudom mi van, srácok. Szóval, let's go! Let's go! Jó. Közben itt rúgdasnak. Isten, ez nagyon fullos. Let's go! Na ez. Na ez ott is van. Ki se tudta védeni. Let's go! Hoppá. Nyugi már! Hát a passz. Ja, hát igen. Ne fog járni. Lejárt! Felvették, nem lehet hagyni. Let's go! Szevasz, Joker! Let's go! Az a gond kivéthető. Ki is védték. Nem baj, jók voltunk. Ügyesek voltunk, srácok. Mi ez a Mario-ba ültetett Tsubasa kapitány? Ó, sok ilyen sportos játék van Mario-ból. Nekem ez az első. Perfect moves. Ezt jobban élvezed, mint a FIFA-t? Pedig jó volt a tegnapi FIFA-zás is, srácok. Na nézzük. Perfect shot. Pont akkor kell feltölteni, amikor... Pont akkor kell elengedni, amikor feltöltött a charge meter. Let's go! Perfect tackle. Ja, hogy ja, értem. Jó, hát ez megy. Majd meccs közben kell ugye összehozni. Perfect pass. Jó, hát ez valószínűleg nem fog menni, srácok.
Á! Sokkal hamarabb kell. Aha. Perfect first time shot. Jó, igen, ez az, amit láttam, hogy ez menő lenne. Szevasz, Nózi! Na, ez most az volt, igen. Ott is van. Perfect pass, perfect first time shot. Perfect dodge. Úristen. Ez... Úristen! Gyere! Ez a perfect dodge, ez... kemény. Ez nagyon jó rárugás volt. Ez a rész, ez valószínűleg nem fog menni. A sok perfektség miatt. Ez most összejött. De mit csinál a kapus, srácok? Na legalább ez összejött. Kilökták srácok a falnak. Húha! Azt csak előre rúgtuk. Pedig milyen jó volt. Jó. Szép. Pedig perfekt volt. Szia, Angrave, szavaztok, srácok.
Ó, pedig milyen jó lett volna az berúgni. De hát az ellenség sokkal jobb. Mi van? Azért még elvettük tőlük a labdát. Ja, hát ez a... kikerülés, meg cselezés. Mondjuk a rárugást ezt nem is próbáltam. Expert skills. Expert skills. Na mi van itt az expert skillsnél? Professzor futball megtanít minket erre is. Wow! Lehet célozni. Na jó. Wow! Most legalább gólt is rúgunk, mert ugye le tudjuk állítani, hogy hova hogy hova rúgunk. Mondjuk nem a rárugásnál. Oké, ez király. És még charge-olni is lát. Ez nagyon jó volt. Lehet cancel-olni ezt is. Igen, ugyanúgy az R-rel. Hú-hú! Van. Persze ilyenkor meg sikerül. Team tackle azt a... Wow! Wow! Hát ez elég király. Ez a team tackle. Konkrétan a karakterünket rárukjuk a másikra. Let's you go! Az igen, a kapus, hogy rám csapod. Nem jó. Hát már hányszor rúgtak rá. Semmi gond, semmi gond. Az ellenfél sokkal jobbnak tűnik, srácok. Megtanítanak itt egy csomó taktikára. És meg így is elvettem. Jó. Kivédve. Thank you.
Jó, legalább egy feladatot sikerül megcsinálni. Csal, gyakorlatilag csal az ellenség. Jaj. Na mit lehet még csinálni? Még mindig van valami? Training match. Na, srácok, úgy néz ki, hogy most már mindenre feltanított minket, megtanított minket a játék, úgyhogy most le kell győzni őket. Jaj, a hétvégén megborotválkoztam, mert nem éreztem magam komfortosan. Na, tehát most minden is lesz elvileg a pályán. Let's go! It's a me! Nyugi már! Ez a sok támadás. Tesákok. Na, nekik lett egy banányuk. Fullos, srácok! Let's go! Ott is van, srácok! Oh yeah! Ki se tudta védeni, szegény? Rögtön 2 pontot kaptunk ezért. Jaj. Ne! Jó lesz! Ja. Hey! Ne! Ez az övé lett! De hogy lehet? Persze, hát mennyi mindent tud már fölvenni? Az a miénk? Jöci, az... Aj, Istenem! Na, az a helyzet, ezt most megvárjuk. Ne, ne, ne! Jó, hát ez kit érdekel? Hogy lehet el skippálni? Súgy! Na, majd én. Lejárhatna a charge róluk. Oké. Okay. Kezd lejárni. Nagyon jó. Thank you.
Ez hihetetlen, hogy lejárt. Ó, 2-1, ott is van! Végre változtattak valamit a FIFA-n? Oh yeah! Oh yeah! Na, tehát hogyha ezt a charge-os izét megkapjuk, akkor inasba rakjuk az enemit. Tök jó, de ne azt mondtagassák már, hogy én milyen béna voltam. Ott, na ezt mutogathatják. Ott is van srácok. Sokkal jobbak voltunk, mint az enemy. És kaptunk 800 coint is. Olyan jó volt tegnap az Overwatch 2, hogy le is töröltem. Na, hogy. Mondja, hogy mi történt, Isten. Na. Miket lehet itt csinálni? Beállítások, ez a legizgalmasabb menüpont. Vizuális assist. Ilyet, egy kis vizuális asszisztencia. Aha. Striker rating. Ajaj, srácok, itt meg fogják mutogatni a mindenemet is. Jajaj. Már ki is akarta írni, hogy mekkora a méret. Szevasz, Szemenz. Nem tudtam aludni? Nem tudom, így. Ha be van írva a menetrendbe egy program, akkor nem fogok később kezdeni, úgyhogy mivel már ki volt írva, hogy 8 órától pereg, tegnap pedig kiraktam, hogy 8:30-tól fixen menni fog, ezért hát nyomjuk a streamet. Hogyhogy nem tudtam aludni. Péntekenként 9-kor kezdünk, akkor van változás, hogyha menetrendben benne van, akkor kezdünk 10 előtt. Kivéve pénteken, mert akkor meg 9-kor kezdünk, ugye? Szóval nem értem ezt a kérdést, hogy nem tudtam-e aludni. Hoppá! Megoldottad, szagány Johnny? Köszi szépen a támogatásodat! Striker Club, na ez az az online dolog. De ezt nem fogjuk tudni nyomni. Mert ez online kell, nem? Ja. Igen, ez online kell. Akkor mehet a Quick Battle. Single konzol. 4 perces hosszúságú CPU skill, easy. Este easy. Én akarok lenni a világosokkal. Persze az autó jó lesz nekünk. Luigi, Bowser, Peach, Rosalina és Toad. Bele akarok játszani. Ja, így össze kell rakni a csapatot? Wow. Oh yeah. Peach. Mert Peach. Köszi szépen még egyszer ezt fogány Johnny. Tessék szépen pergetni a szegeket. Gratulál az újabb budgethez és a 3 hónaphoz. A várjunk amúgy. Váriót is lehet választani? Shy Guy. Mert a Shy Guy. Diddy Kong. Daisy, mert a Shy Guy.
Most ezt is nekem kell elállítani, mit tudom én, random. Nézek, rögtön női csapatot rakott ellenem. Aha, igen. Mi leszünk a sárgák? Na, és itt van, srácok, hogy van 7 pálya. A láva kastélyban voltunk eddig, szerintem. Most mehetne ez a Mushroom Hill, mit szóltok? Milyen legyen az enemy? Lila. Öt V5 elvileg. Dentail. 5v5 elvileg a... A meccs. Mindjárt olvasom is, tudom. Szia, Gyuszi. Egy ember nem elég ahhoz, hogy lehozza a meccset. Szerintem egy ember elég ahhoz, hogy elmenjen rajta a meccs. Aha. Ja, hát ez ilyen. Ez ilyen. Mint a LOL, nem? Várjátok, én ezt a pályát választottam? És megjönnek a csajok! Uha! Aztán milyen dodge-ot levágom. Ott is van! Ott is van! Luigi! Luigi! Let's go! Hogy nyomja neki? Luigi nyomja! Bám! Kapufáról! Szevazza, Kika! Let's go! Hát, kezelt a majom. Ajajajajaj. Azt a rohadt! Kened neki! Nehogy, nehogy már! Ott is 3-0! 3-0! Mi ez az anime? Te vagy már egy anime is, tog! A Máriós FIFA. Inasba rakjuk az ellenfeleinket. Nem jó, nem jó! George, köszi szépen a 15 hónapot! Oda néz, hogy berakta, jobb alsóba. Vagy mi? Let's go! De, lyukas, lyukas ellenfél. Én a kis gomba fejűvel akarok most már. Ott van elől. Bomba fejű.
Aj, a gombafej is megcsinálja! Hát ez elképesztő! Nagyszerű! Nagyszerű! Jó. Gombafejű még egyszer. Pika! Lag? Lag? Mi volt ez a laggolás? Egyértelmű, srácok. Beakadt a kontrollerem, meg dédoszolt az ellenség. Na, majd most. Na, majd most. Ne. A gomba fejűvel meg kell csinálni, srácok. Ne, szúrtam! Gomba fejű! Bám! Nyomod. Azt a rohadt. Levédi. Tudtam én. Tudtam, majd le fogja védeni. Most hol a labda? Azt hittem már sose fogja kiadni. Nem gáz. Ne az, ami kell, hogy legyen. Nyomod! Hallod? Ebbe be lehet szakítani? Édes Istenem, hát mi ez a játék? Mi ez a játék? Beleszakított az ultimátumomba. Hagyjuk már! Oszkon! Nyughass ellenfél. Azt, de miért nem vette fel? Nem jó! Let's go! Kasta! Ohoho, és az utolsó másodpercekben ott is van! Mario! Ja, oh yeah, let's go! Szevasztok, srácok! Hát, megaláztuk. Ellenfelünk megalázva. Na. Mit akarsz ebbe az utolsó 10 másodpercben? Mit akarsz? Jó, de hát most adja be, értitek? Hát... Na és ki az MVP játékos, Tóth? Bajnokságra megyek? Persze. Twitch Rival az a következő. Hát itt most meg tudjátok nézni, hogy micsoda kapufa volt az első. Már egy kapufás gól volt az első. Hát már megérte tegnap fifázni, srácok. Csicskító gólok. Ha-ha-ha! Sziasztok, ez ilyen iTracker, ami a képernyőn van? Igen. Jaj, ezt nem utasd. Nem utasd azt, hogy milyen béna volt a kapusunk.
Jól van. Srácok, szerintem most már mindent tudunk. Azért az NFL-nél így is nagyon sokszor volt labda. Szeretnék-e rematchet? Nem. Én szeretném felöltöztetni a karaktereimet, hogyha olyat lehet. Na, gear settings, na ez kell nekünk. Látjátok, azért, hogy bejöttem ide, már is kaptam 400 coint. Na és akkor impeljük azt a Máriót. Impeljük. Game guide. Jaj. Aha, items. Ja, oké. Okay. Akkor nem ezt a gombot kerestem. Wow, azt nézzétek. A turbo helmet. Trick helmet. Chain helmet, és ez mindegyik más statot ad Máriónak. Na ez a barrel, ez tetszik. Várjatok. Na. Ha nekünk olyan kell, amivel a technikát lehet növelni. Minden, ami technik. Tehát akkor mehet a trick helmet. Persze. Azt mondja, hihi, haha, köszi szépen Zodiac a 14 hónapot. Srácok, mehetnek a szvegek, pereghet. Oh yeah. Amúgy ez is rohadt jól néz ki, ez a turbo set. Na, tehát a technikre rá kell menni izomból, Ú, de jól néz neki a karakter. Ez a muszkli is fullos. Na, a technikát felraktuk majdnem maxra. Let's go! Aha, Bowsernek béna a technikje. Aha, Daisynek még jó. Mi a különbség a Twitch Prime-os meg a sima feliratkozás között? A sima az megújul automatikusan, hogyha engeded neki, a Prime pedig olyan, hogy elnyomod, és akkor 30 nap múlva lejár, és manuálisan kell megújítanod. Illetve a sima feliratkozás az 4 euró, a Prime-os pedig 900 forint, és mellette még van Prime videós hozzáférésed is. Na jó, nézzük, hogy az helyzet, meg kéne nézni, hogy a többi karakternek milyen szettje van. Hú, hát amúgy ugyanúgy néz ki. Jaj, most ezt megvettem? Azt hittem, megvettem neki. Gondolom, neked streamenek jobban esik a sima, nem csak árban, nem százalékban. Nekem a Prime-os feliratkozás az ugyanolyan, mint a sima igazából. Nincs különbség. Nektek jobb a Prime. Ennyi. Mert olcsóbb. Csak macerásabb, mert meg kell újítanatok minden hónapban. Milyen karmai vannak? Twitch Prime 900 forint, Tristan. Úgy van, hogy a Prime videós előfizetésedhez kapsz... Van két lehetőség, Amazon Prime és Prime videó. Az Amazon Prime nem tudom mennyibe kerül, a Prime videó meg 900 forint idehaza.
Csak fel kéne öltöztetni. Bowsernek kéne valami menőszet. És milyen lehet Rosalinának? Na Rosalinának adunk ilyen technik minuszt. Mit is olvastunk? Mire jó az STR? Aha, aha. Tehát, hogy nem tudják elvenni tőle, meg könnyebben elveszük tőle. Aha. Ó, hát nem is tudom amúgy. Shooting, shooting. És a shooting az mit csinál? Az ereje és a távolsága. Aha. Mehet ez. Mehet a chain helm. Ez chain setet fog kapni. Ja, a shootingból veszel. Ja, akkor cannon. Amúgy várjunk csak. Olyan kell, ami elvesz a speedből, és mondjuk ad a technikhez, így van. Tehát ez most egy nagyon, nagyon lassú karakter lesz. Speed 2, passing 2. Hát ez ilyen vegyes, vegyes felvágott lesz, srácok. De jól néz ki, azt a... Na jó, ne haragudjatok, de... Itt most össze kell hozni ezt a full asset-en. Ja, akkor is, hogy eljátszuk minden pénzünket ezzel. Nincs elég pénz! Akkor maradunk ennél. Wow! Wow! Na. A skin most előrébb volt, mint a statok, igen. Kupa. Természetesen egyedül kupázunk. Persze. Persze, nem kell ide guide. Cannon cup. Chain cup, turbo club. Mert a cannon. Na ugye hozzuk Máriót. Gírrel. Aha, nézzétek a stat különbséget. Oh yeah. Oh yeah. A speedje nagyobb lett. Hozzuk mondjuk Diddy Kongot. Diddy Kongnak nincs gírja. És hozzuk mondjuk Daisy-t. Szuper. És milyen szín? Rózsaszín azt, és wow, nézzétek azt a trónos rucit. Gícsen. Ja nem, Rosalinen. Wow, az a zöld mennyire jól néz már ki, hadsz olyan. És voltunk ezen a jungle-ös izén, most mehet a Spooky Mansion. Mehet. Gifrad is. De a zöld az jól nézett ki. Kék kellettem volna szívesen, de olyan meg nem volt. Wow! Király ez a spookis pálya is. Let's you go! It's a me! It's a me! Oh yeah. Kettő Shy Guy is lehetett egy csapatban.
Nem jó? Ne! Ne! Nem baj, semmi gond. Semmi gond, semmi gond. Éppen ilyen charge-olt hyper shot-ot akartam nyomni. Jó, hát most nekik lehet egy pontjuk, mi meg szerzünk rögtön egyszerre kettőt. Aj, édes Istenem! It's a me! Let's go! Bam! Na mi van? Ha, na, erről beszélek, srácok. Erről beszélek. Hát, nem tudtak mit csinálni. Gyakorlatilag mindenkit is fellöktem a csapatomból. Mindenkinek, srácok. Az nem jó. Nagyon jó, kivétel, ügyes. Azt fel kell venni. It's a me! It's a me! Again? Bám! Ott is van. Hogyha mind a kétszer a kéket találom el, akkor ki se tudja védeni. Mondjuk nem tudom, hogyha rám lőnek egy ilyet, akkor hogyan tudom kivédeni azt a támadást. Tehát, hogy tudok-e valamiben segíteni a kapusnak. Ah, francba. Egy imával? Azt mondod, paco? Hoppácska! Bám! És bám! És ott is van! Oh yeah! Oh yeah! Azt kell. Hol a karakterem? Ja, ott van. Na, most a majommal szeretnék rárúgni. De ne. Lejárt! Ja, mert megszakítottak. Pancba. Azt adta. Hohohohoho! Oda néz, hát beültettük a pályát. Na! 2-1. Jó, már csak fél perc van hátra. Ne! Rá kell rúgni. Hol vagyok én? Ott vagyok én.
Azt nyom... Ne! És elvették! Ne! Gyorsan! Ne! Ne! Most látok először gameplayt erről a Mario game-ről, nemrég jött ki, vagy csak le vagyok maradva. Júniusi játszi. A széria pedig 2005-ös, azt hiszem. Így van, 2005-ös, még a GameCube-ra jelent meg először. Aztán pedig 2007-ben a Wii-re. És most pedig a Switch-re, idén. Elképesztő. Lokálkóban egyébként 8-an is lehet nyomni, szóval valószínűleg nagyon jó couch game. Én annyit látok, srácok, hogy az ellenfél csúnyán inasba van rakva. Ezekkel az út csak szerez 8 kontrollert. Ugye... hogy is van? Ketten tudjátok nyomni alapból. Mármint, hogy ugye egy párral ketten lehet játszani. Meg 8 barátot, igen. Csak szerez 8 kontrollert, meg 8 barátot. Én izével nyomom ezzel a Pro Controllerrel. Szóval, hogyha lenne két barátom, akkor már tudnék vele játszani. Szia, aranyhorog Forgász volt. Na jól van, ezt elégszer néztük, hogy megaláztuk az enemit. Végig kell vinni ezt a bajnokságot. Húha, remélem látjátok, hogy a Blizzard az 9 pontot szerzett, mi meg 7-et, tehát hogy ők sokkal jobbak. Hát... Jújúj, a Blizzard ellen fogunk játszani. Ott az alsó ágon pedig a két kieső nyomja. Ne hagyd a Blizzardot nyerni, különben rakja a Battle. Lila kontra zöld, tehát ez konkrétan az. Jól látod, Golden Samurai. Újpest, Fradi. Érdekes, érdekes, hogy végül ez jött ki, ugye? Jó, hát nézd már meg, hogy vannak felöltözve az emberei, tehát e-sport. E-sport szintű mérkőzések lesznek. Nagyon agresszív. Az igen, hát fellöki az összes játékosomat. Full távolról lőttem rá. Jó. ott is van, srácok, első gól. For me. Ott is van. Morcos a majom, nagyon. Ú, ez súnya lett volna bekapni. Júj! Konkrétan kilőttem az égbe.
Jó, hát ezt lehetetlen lett volna kivédeni. Konkrétan lefagyott a kapusuk. De amúgy mindig tudják, hogy kell jól feldobni a Mario gémet, és kb. Úgy, hogy minden korosztálynak fán legyen. Ja. Hát arról nem is beszél, hogy milyen jó izé, couch gémet csináltak. Jó, visszapasszol. Na Blizzard, mi van veled? Mi van veled, Blizzard? Nem tudta lereagálni. Egyszerűen nem tudta az ellenfél lereagálni. Hát erre mit mondjak, srácok? Tehát, hogy így kapus? Kapus? Tehát ugye ezt ki kellett volna védeni. Oké. Okay. Full kamu. Ez full kamu volt, srácok, ne haragudjatok. El kell venni tőlük. Ott is van! It's a me! Ja, it's a me! Nem, sajnos a kapus nem lehet fellökni. 6-0. Csúnyán megfelelázni a Blizzardot. Mármint, hogy természetesen barátságos mérkőzés. Na, amúgy a majommal is csak kéne rúgni. Majommal is csak kéne rúgni. Nokkos lett. Ne, az, mi? Na nézzük a majmot! Wow! Jesus! 8-0! Ott is van, szegények nem tudnak. 8-0. Ja, hát ez nem tudom, itt most mi volt a terv. Az az egy, az nem számít, srácok. Az nem számít. Na? A 11. Let's go! Bam! Megfagyasztottuk ismét kapusokat.
Nagyon jó. Híres magyar streamer fradista és csúnyán alázza a bizárdot. Ah, hú. Micsoda, micsoda! Lilák visszavágtak, hát ez elképesztő. Mindjárt meg fogják nyerni ezt a meccset, srácok. Jó, hát kézzel ütötte be, srácok. Kézzel ütötte be a majom. Most mégis mit lehetne erre mondani? Mit lehetne erre mondani? Kezezés, kezezéssel könnyű. Elvette, elvette. Nem lesz, lecugó, nem lesz. Nem... Micsoda, de micsoda, micsoda, micsoda! Megtanultak játszani hirtelen. Négy lába van? Annak a majomnak nincs négy lába. Jó, hát konkrétan a lábai közé fogta. Ezek a kapusok nagyon életképtelenek, srácok. Amúgy is a kontroller a hibás. Na, két másodperc alatt rugunk-e gólt? Nem. Hát persze, persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Csak 10 gólt lőttünk. Oh yeah! Micsoda passz volt amúgy, nagyon tetszik. Az első gólunk. Egy gólpasszból. De most azt mutatják, ahogy bekezelte a majom. Ja, csak 10 gól, srácok. De ott konkrétan megfogta a két lábával a levegőben. Jó, még mutassátok meg ezt párszor. Na jó, megyünk tovább, srácok. Igen, tehát én annyit látok, hogy mi 40-et passzoltunk, az enemy meg 6-ot. Na, igen, és akkor tőlük meg kikerült ki. Jaj, kiesett a Crowns. Milyen érdekes, megint a Blizzard ellen játszunk. De kiestek a ciklonok is. Hát. Hát megalázhatjuk megint a Blizzardot, ugye? Igen. Vajon ki nyeri a kupát? Szevasz, Xidi! Mi újság? Elképesztő bajnokságok vannak itt. Éppen a Blizzard ellen küzdünk. Megpróbáljuk rábeszélni, hogy adjon Diablo 4 beta kulcsot. Meg Shadow, mi az, Dragonfly bétát is. De ez nem lenne elég, a klasszikus Fradi Újpest érkőzés is itt van. Éppen jön. Elvették. Az nagyon nagy baj, srácok. A Blizzard be is rúgta az elsőt. Minden nagyon cool, Szabin vagyok november 2-ig, szóval holnaptól mehet a WoW repatch. Nice. Kár, hogy kb. Csak a UI tudod majd állítgatni. Meg az új talentfát. Sajnos a Draktir az ugye később jön. Blizzard! Ha vesztesz a Blizzard ellen, reforzsolja a Dungeon Siege 2-t. Ott is van.
Na, Blizzard. Na, rögtön felrúgtuk az ellenséget. Megfogta. Érdekes, érdekes. Mario! Nyomod neki! Azta! Nem láttam. Azokon nem láttam, ahogy már megy. Hú, basszus. Jaj, jaj. Let's go! Megfogja mi, srácok. Persze. Hát de üres volt a kapu, tesám! Hogy nem tudtál rálőni? Édes Isten. Hú, csapat. Júj, 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 júj. Jaj, jaj. Hát ez hihetetlen. Az ellenség kapusa a Blizzardnál. Édes Istenem. Ez a kapusok harca. Ne! Ne! Ezt most én nyomtam? Én most nem tudom. Ezt most ő nyomta? Ne, az nem lehet, hogy a Blizzard elver minket. Ez most a védekezés volt amúgy, amire így rákészültem? Nem. Édes Isten! PS-re is van. Nintendo játék PS-re is van. Óha. Nintendo játék soha nem lesz más platformon, mint Nintendo-ra, srácok. Na végre. Szia, Remi! Gyere, olvasom, Xidi, amit írtál. Csak, hát le kell gyűrni a Blizzardot. Ne! Jó, jó, jó. Jó, előre rúgtuk. Édes Isten, de ezt hogy lehet? Ezt hogy lehetett elhagyni? Let's go! Majom! De kár. Ne! Ne már, Blizzard! Ne már! Jó, ez nem érdekel senkit, mert hadd szóljon! Gyerünk, gyerünk! Na! Azt nem mondjátok, hogy levédi. Na, azért. Jó, 4-4. Amúgy ez egy szorosabb meccs. Azért mégis a Blizzardról beszélünk. Francba.
Ezt eladtuk. Ez hihetetlen, hihetetlen, majom. Ne. Na. Én meg lehet? Meg kell nyomni, Mário, meg kell. Ott is van, és az utolsó pillanatban. Ott is van, for me, let's go! De kellett volna a 11-es párbaj? Nem tudom akkor mi van. Na, még visszahozhatja a Blizzard, van egy másodperce. Mi van, Kalács? Let's go! Menjél innen! Ott is van, srácok. Azért amúgy milyen csúnya bobombot nyomott le az ellenséges csapat. Jól van, de hát ne olyanokat mutogass már, hogy inasba tesz az ellenség. Gonosz játék. Na, ezt már jobban szeretem. Balázska, nyughass már. Mit mondtam? Ütögeti a könyökömet. Hihetetlen. Hihetetlen ez a Kali. A könyök ütögetésével. Nice. Jó. Ez jó volt, spacok. Na, azt mondja, hogy hát igen, a Blizzardnál sokkal többet volt a labda. Viszont én többször passzoltam, tehát Blizzard nubok. Mit látunk itt, srácok? Mit látunk? Azt, hogy csúfosan inasba raktuk az ellenfeleinket. Ott a kupa. $400 coin. Az annyi, mint 4 felszerelés. Na nézzük közben. Azt mondja, hogy Zodiac, köszi szépen a 14 hónapot, és Astro, köszi szépen a 16-ot. Srácok, peregjenek a szvegek. Köszi szépen a támogatásaitokat. Ja, és Svungi, Astro, Svungi. Ott van. És ott is van. Jaj. Ez jó volt. Srácok, nyomjunk még egy kupát. Vagy csak egy... Az a helyzet. Ez már túl könnyű volt. Chain Cup. Aha, értem. Tehát ezek olyan csapatok, akik passzolásra fókuszálnak. STR-re. Technik. Trick Cup. Azt kéne amúgy nyomnunk a tricket. Striker Club, ugye az az online gear settings, na. Azt mondom, nektek olyan karaktert kell megnézni, akikkel eddig nem játszottunk. Na tessék. Azt nézzétek, milyen felszerelése lehet a majomnak. A lovagi setet meg kéne venni a majomnak, csak az a gond, hogy abból egyet tudunk venni. Kitartást, Astro. Mert a vasember set. Na! Vasember szedbe, inasba tesszük az ellenfeleket. Igen. Jó. Legyen nappal. Donkey Kong. Ki nem volt még a csapatban? Bowser már volt.
nem volt a Wario. És nem volt Waluigi se. És... Paulina se volt még. És hogyha kikapunk, akkor legalább lehet rájuk fogni. Na, mit szóltok? Nézzek ők is. Jó, de hát milyen szedben vannak már, full csalás. És a vasember szed, na. A piros. Nézzünk egy másik pályát. Planetoid, aha. Royális kastély, na hát ilyen még eddig nem volt. Ja, és ez az ő pályájuk? Hát mit tudom én, Royal, mert a Royal, még egyszer. A rakéták a harcolnak. A rakéta csapattal vagyunk. Szevasz, Lord Féri. Na, elfelejtett elolvasni, hogy mit írt Ciri. Azt írt a Ciri, hogy nekem az is elég, 10 évvel ezt csinálom, hogy UI-t állítgatok 30 napig, amíg tart a szába és régi kontentet jutok. Én amúgy nagyon szívesen Lich King-eztem volna, de hát ezt el kell engedni. Diddy Kong a meta, pedig nem is vagy Striker játékos. Azt mondod? Oda néz a vasember, hogy nyomja. A Máriós vasember. De miért van náluk is vasember? Ez tiszta csalás. És mi az a DK? Ez valami politikai játék? Mi az, hogy DK? De jó skifli. Ajaj, most én nem is tudom, hogy hol vagyok, hogy őszinte legyek. Ne! Hoppá, az nagy baj! Na, nézzük. Hogy kipattintotta a banánt? Édes Istenem, ez mi volt? Édes jó Istenem! Nagyon jó, nagyon jó. Ja. Ez nem jó. Francba. Oha! Nagyon nagy a baj, srácok! Oha! Na, nézzük a... Várjót. Oh yeah! Mik ezek az animációk? Rohadt jó. Mit lehet tudni amúgy Várióról? Mi az eredet történt ennek a Várjónak?
Let you go. Let you go. Super Mario Land 2-be, remélem jól mondom, akartak hozni egy főgonoszt és ő lett, tudom, ennyi csak. Ó, neked még van Várjós kazettád? Hoppácska Zodiac. Elvette! Ne, ne! Aj, de hát miért hagytuk a becsületgólt? Miért hagytuk nekik a becsületgólt? És ők is pont Várjóval lőttek. Büdös a szája a srácok Máriónak. Mármint, hogy fertőtlenített. Jó, hát csavart a srácok. Láttátok, hogy csavarta a labdát? Ja, és ő is kezelt. De látom. Na, mondom, mi a terv. Waluigi-val szeretnék egy gólt lőni. Az ott kell. Léci, köszi. Jó, visszapassz. Vissza. De abba hogy? De ez milyen hülyeség? Hát még a Dark Souls-ba se lehet ilyet csinálni. Aj. Most be kell rúgni. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Jó, nem baj, nem baj, így is jó. Kipattintja a banánt! És betapsolja! Ne, ezt nem lehet, hogy megfogja. Nem lehet. Ott is van. Ott is van. Ott is van, srácok. Bezony. Én izért... Tehát, hogy Waluigit csak meg kéne nézni, hogy mit csinál. Á, nem láttuk Waluigit. Hát akkor kell mennünk még egyet. Csak kéne mennünk még egyet. Amúgy ez normál enemy volt. Ugye lehet állítani, hogy milyen legyen az enemy, és ez a normál volt. Na nézzük, Zodiac mit linkáltja. Wow! Wow! De menő! Szia, Ketlandia! Na tehát, igen, quick battle. Ugye én easy nyomtam először, és ez a közepes nehézség volt. Megnyertük, nagyon szoros volt a Fradi Újpest, a Blizzard Hunter mérkőzés, de nyertünk. Na kiét nem láttok még? Ez a helyzet, nem emlékszek Luigi-ra. De például biztosan nem láttuk. Paulinát. Biztosan nem láttuk. Daisy-t láttuk. Shy Guy-t is láttuk, Waluigi-t nem láttuk. Yoshit, szerintem Yoshit láttuk. Szerintem Yoshit se láttuk. És Yoshiból lehet kettő, aha. Legyen Luigi. Szia, Sebab.
random. Szegény, piros Yoshi, hát ha már itt vagyunk Yoshi, akkor legyünk zöldek. Na és akkor utolsó mérkőzés, srácok. Hol legyen? Láva kastély. Na legyen ez a dzsungeles, mit szóltok? Ja, hogy be lehet állítani az ő oldalukat is. Értem, hát már értem, srácok, értem. Persze, mert mindenki beállíthatja a saját felét. Ez most két oldalú pálya lesz. Azt nézzétek. Wow. Utolsó srácok, utolsó próba. Mármint, hogy nem próba, utolsó meccs. Hú, azt mondta. Nagyon jó. Nagy a baj. Jó, így is jó. Ennek semmi értelme nem volt. Ó. Ne. Megdobott. Nem már! Micsoda! Jó, nem érdekel senkit. Mondom a tervet. Na nézzük! Jó, van Waluigi menő, srácok. Ott is van! Zsír! Jó, hát ez mi? Tehát, hogy nem volt ott emberünk, ugye, aki levéthette volna. Egyértelműen csalás. Egy bobombot rám izélni. Nem volt ott senki más, sajnos. Ilyen szomorú volt amúgy a kapus feje. És ő is. Te meg van? Oh. Ne. Yoshi! Ne!
nem miért? Jó van most már! Tehát akkor szerettem volna egy jó is gólt rúgni. Hát inasba raknak minket, srácok. Hát igen, én is így fogom a fejem, hogy milyen béna vagy. Ez a gól nem jól sikerült. Amúgy is a majom már megint kezdezett, srácok. Láttátok, hogy fejbe rúgta a kapus? Bám! Az összeset megfogják. Legalább az legyen a miénk. Szeg. De! Oké! Okay. Na ezt majd nézzétek meg, hogy mit csinál az ellenség. Bam! Itt ezt már nem mutatja, de hogy így... Vagy háromszor, négyszer volt rá. Jó. Rá lehet fogni a csapatomra, hogy szara csapat. Szara csapat. Jó, és akkor még most mit kéne csinálni ebbe a... Na, még egyet azért rárúgnak? Jó. Ott is van. Jó, na, hát most rá lehet ugye fogni, hogy szar a csapat. Ó, persze, ó. Én úgy látom, srácok, hogy ez itt 8-as, tehát hogy én 8-at lőttem, csak furán látszódik itt a streamben. Az egy 8-as, látjátok? Csak takarja a székem. Jaj, de kár, hogy nem látjátok, hogy ez valójában 8-0 lett. Itt bágos, itt meg bágos a kijelző. Gyakorlatilag az ellenség mindenben jobb volt nálam. Nem, ez nem igaz. 2 pontot kaptunk. 2 pontot. Hát ebből pont lehet venni mindent is. Jaj, srácok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A Nintendónak, hogy ezt meg tudtam nektek mutatni, srácok. Jó élmény volt. Jó élmény volt, hogyha lesznek pajtások, akikkel ezt majd tudom nyomni, akkor valószínűleg pergetve lesz. De bemutatni mindenféleképpen úgy gondolom, hogy érdemes volt, mert jó kis couch game. Azt nem tudom elképzelni, hogy én online játszok mások ellen. Csippem, hogy a kapus akkor vesz lendületet az elkapáshoz, mikor már elment mellett a labda. Igen, ez így volt, ezt én is észrevettem benne. Ami nekem tetszett ebbe a játékba, az volt, hogy ahhoz képest, hogy milyen egyszerűnek festették fel, hogy jaj, hát ez ilyen csak ilyen Máriós labdarúgás,
ahhoz képest egy csomó mechanika volt benne, hát a tutoriált gyakorlatilag majdnem egy órán keresztül nyomtuk. Szóval durva volt, és nekem azt tetszett, amikor a karakterek ultiztak. A karakter ultik azok jól néztek, és próbáltam minél többet megmutatni nektek ebből, hogy minél több karakter ultiát láthassátok. Itt vannak a játszható karakterek. Ez mennyi is? 14? Igen. 6-14 karakterrel lehet játszani. És mindegyiket fel lehet öltöztetni. Lehet ilyen Waluigi-nk is. Az helyzet, hogy a legtöbb pénzt azt úgy lehet szerezni, hogyha lenyomjuk ezeket a kupákat. És itt a kupáknál vannak különféle kupák. Cannon Cup, ezt nyomtuk le. Van Chain Cup, Turbo Cup, Muscle Cup, Trick Cup, és van még valami más is, csak gondolom ahhoz az összeset meg kéne csinálni. És az online részéhez, ami a Strikers Club, az ahhoz kell Nintendo Online is. Ja, úgyhogy ennyit erről, skacok. Remélem, hogy tetszett nektek. Még jelentkezem úgyis ilyen játékokkal. Lehet, hogy a következő Máriós játék már itt is van nálam. Lehet. Lehet, hogy itt egy Mario Kart. Lehet. De csak lehet. Ki tudja? Nem biztos.